Az NB3-as labdarúgó bajnokság észak-nyugati csoportban lejátszott két szomszédvári csapat ütközete mindig csemegét ígért. Csak úgy, mint most is, azt várjuk a két csapattól. 2019 nyara a számunkra nagyon kedves emlék, mivel itt a Grosics Gyula stadionban Tatabányán az NB3-ba való feljutásért játszottunk a hazaiakkal az oda-visszavágó második mindent eldöntő mérkőzését 2019. június 15-én, és Farkas Máté a 18. percben lőtt góljával mi jutottunk föl a nemzeti bajnokság harmadik vonalába. De egy év múlva jött utánunk a Tatabánya is, és az azóta eltelt évek mérkőzéseit tekintve immár ez a 10. találkozás a két osztályzó mérkőzés beszámításával együtt. Szeretet és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Még mielőtt rátérnék a Tatabánya Bicske NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzés összefoglalójának a közvetítésére, kérem engedjenek meg egy gondolatot a nézőtéri viselkedésről. Először is gratulálok a tatabányai ultrák nagyszerű szurkolásához, amit egységesen képviseltek, de nem mehetek el szó nélkül, hogy megemlítsem azt az undorító viselkedésüket, amit tettek a vendégszektor szurkolóival szemben. Felvételemmel mindkét tábor szurkolóin rajta voltam, és a mérkőzés 10. percében arra lettem figyelmes, hogy a hazai ultrák mindenféle indok nélkül olyan trágár szavakat használtak a BTC táborával szemben, ami nem a futballpályákra való. Ebből aztán némi csetepaté alakult ki a két tábor között. Az meg még jobban felháborító, hogy egy 8 hónapos terhes kismamát akartak megverni a tatabányai ultrák. Ez aztán ne további a szurkolásunknak. Én ezt a témát röviden úgy tudnám lezárni, hogy a hazai szurkolók ne akarják szétrombolni a két csapat évtizedek óta tartó jó kapcsolatát, barátságát. Maradjanak meg rendes hétköznapi embernek, és sportszerűen buzdítsák csapatukat, ahogy ezt eddig is tették. Ne az ellenfél játékosaival, szurkolóival foglalkozzanak, és keressék a bajt. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta viselkedés árt a tatabányai csapat jó hírének. További jó szurkolást kívánok nekik. Nos, kérem, ezek után rátérve a mai mérkőzés összefoglalójára, a bajnokság 22. fordulójában Tatabányán a Grosics Gyula stadionban került megrendezésre a fordulós láger mérkőzése. E találkozó előtt a hazaiak a második, csapatunk a Bicskei Tolna Klub pedig a harmadik helyen állt a táblázaton. A két csapat egymás ellen az utóbbi 5 évben e mérkőzés előtt 9 alkalommal találkozott egymással, a mérlegen 2 Bicskei, 5 döntetlen és 2 hazai győzelem szerepel. Ez volt a 10. mérkőzésünk, és megszületett a 6. döntetlen. A tavaszi teljesítménye is egyenlő a két csapatnak, akik eddig 7-7 pontot gyűjtöttek be. Húsvét vasárnapján mintegy 800 néző tekintette meg a két szomszédvár csatáját, rangadóját. Csapatunknál ezúttal nem léphetett pályára soron Tibor, a házi gólista vezetőnk, múlt heti kiállítása miatt. Csordás Csaba vezetőedzőnk pedig a kéthetes eltiltását tölti a nézőtéren. A mai és a soron következő Csorna elleni hazai mérkőzésre az asszisztens edző Király Dávid szerepel ezúttal vezető edzőként. Remek időben, jó hangulatban kezdtek a csapatok. Nézzük ezek után a két együttes összeállítását. A vendégcsapat összetétele, azaz a Bicskei Tolna Klubé. Kapuban Illés Bence Máté, további játékosok Lakatos Gergő, Gasner Roland, Szál Péter, Király Patrik, Savanya Ferenc, Szalai Dániel, Hirman Kristóf, Tisler Patrik, Bozsok Imre, ő a csapatkapitány, és Dulló Martin kezdő tizeddel léptünk a pályára. Cserepadon foglalt helyet Radnóti Botond László, Rigó Máté, Dankó Márton, Varga Szabolcs, Tajti Balázs, Varga Bence, Fördős Adrián, Benke Áron, Boda Balázs, Gyurác András és Vicc Kevin játékosok. A stáb tagjai, asszisztens edző, azaz ma megbízott vezető edző Király Dávid, masszőr Dóra Tibor, technikai vezető Komjáti Péter, kapus edző Józsa Miklós, erőléti edző Borbély Erik Balázs. És akkor nézzük a hazai összetételét. Kapuban Lót Péter, további játékosok, Krupánszki Balázs, ő a bányász csapatkapitánya. Soltész Barnabás, Szegleti Gergely, Szegő Imre, Kiprik Dávid József, Buna Gábor, Letenyei Zalán, Székely Ervin, Forró Gyula és Szalánszki Gergő kezdő 11-el léptek a pályára. Cserepadon foglalt helyt Balla Olivér, Hadobás Zétény Zsombor, Kovács István, Kocsis Gergő, Zacsek Csaba Márk, Klaus Ádám, Németh Dániel és Dala Samu. Stáb tagjai, vezetőedző Gyürki Gergely, asszisztensedző Mohácsi Antal, masszőr Pál Lajos, technikai vezető Karab Gergő Krisztián, kapusedző Dombai András. Közben láthatjuk, hogy szép számmal gyülekeznek a nézők itt a Grosics Gyula stadionban. A mérkőzés játék vezetője Sommer Attila.
segítői Kulman Tamás és Nagy Barnabás, játékvezető ellenőr Székely György, a szövetségi ellenőr pedig Vukovics László, a 90-es évek kiváló FTC labdarúgója, aki háromszoros válogatott labdarúgó volt. Pár perccel ezelőtt ismertettem, hogy 7-7 pontot gyűjtött tavasszal mind a két gárdon. Most nézzük akkor, hogy a Tata Bánya ki ellen játszott. Budaörs ellen itthon 1-3, tehát vereséget szenvedtek. Balatonfüred ellen idegenbe 2-0-ra nyertek. Puskás FC 2 ellen 2-0-ás győzelmet arattak, és Gyirmót otthonában 3-3-as döntetlent értek el, tehát 4 mérkőzés után 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 7 szerzett pontja van a Bányász csapatának. A Bicskei csapat tavasz eredményei. Puskás Akadémia FC 2 ellen itthon 2-1-es győzelem. Gyirmót ellen idegenben 1-0-ás győzelem, a harmadik kerület ellen hazai pályán 0-0-ás döntetlen, és Dorog ellen szintén hazai pályán 2-3, tehát 0 pontot szereztünk 4 mérkőzésből, csak úgy, mint a Tatabányának 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 7 pont a szerzésünk tavasszal. És akkor láthatjuk két csapat bevonását, tiszta fehérben a Bicskeiek, tiszta kékben pedig az Opus Tigász Tatabánya csapata látható. És akkor nézzük az egymás elleni eredményeket időrendi sorrendben. 2019. júniusában Bicskén, Bicske-Tatabánya 0-0, ez a bizonyos osztályozós mérkőzés, amikor két megyei bajnok a NB3-ból feljutásért játszott. 6.15-én Tatabányán Tatabánya Bicske 0-1 Farkas Máté góljával. Majd jött 19-20-ban, ugye 19 fordulós bajnokságban Bicske 10-dik, akkor Tatabánya megyeiben bajnok lett. 20-21-ben Tatabánya 5-dik 61 ponttal, Bicske 12-dik 50 ponttal, össze Tatabánya Bicske 2-0, Árvai 2 góljával. Tavasszal Bicske, Tatabánya 0-0. 21-22-ben Tatabánya 8. 57 ponttal, Bicske 6. 62 ponttal. Ősszel Bicske, Tatabánya 0-0, tavasszal Tatabánya Bicske 1-1. Szegeti Gergely és Lencsés Bálint voltak a gólszerzők. 22-23-ban Tatabánya 2. 90 ponttal, első Veszprém 92-vel, Bicske 7. 63 ponttal. Ősszel Tatabánya Bicske 2-2, Árvai és Szegeti góljára Németh János és Kincses Márk válaszolt. Tavasszal Bicske Tatabánya 1-0, gólszerző Varga Szabolcs a 44. percben, ősszel Bicske Tatabánya 1-2, Árvai Dani és Kiprik Dávid volt a gólszerző, részünkről Varga Szabolcs, és így alakult ki a 2-1-es tatabányai siker. Egy pillanatra ezelőtt láthattuk, amely a 4. percben történt, Glasser labdájával szállfutott el, bal oldalon beadása azonban Tischer mögé szállt. Itt a hazaiak rúgják a szögletet, és több csapatnál láttam már az elmúlt hetekben, hogy a mi szöglet variációnkkal próbálkoznak, de itt ennél a helyzetén Szegő fölé vágta labdát. Itt pedig Dulló Martin nagyszerű szerelését láthattuk itt a félpályához közel, Tischerrel szemben szabálytalankodnak a hazaiak, de a játékvezető Sommer Attila mondja, hogy menjen csak tovább a játék, igaz, mivel a hazai játékos is megállt, ezért Sommer játékvezető megszakította a játékot, megvizsgálva, hogy mi van Tischler Patrika. Hát bizony nem kívánom senkinek, hogy ilyet kapjon hátulról felugrás közben. Itt pedig egy fejes, hát bizony jönnek az események, hiszen ez 13. perc eseménye volt, Kiprik fejjel célozta meg a kaput, de Illés Bencének ez a labda csemege a javából, és még kicsit pihen is a labdán. Ezúttal újból a hazaiak jönnek, a beadásra nincs érkező hazai játékos, és így vedobás következik, és itt egy kemény határozott szerelés Bozsok Imrétől, majd Szalai Dani rúgta rá a labdát a hazai játékosra, és így bedobással jöhettek a hazai csapat tagjai. Ez már a 17. perc eseménye, egy nagy bedobás után balra kerül a labda, jó ecset Dulló Marti mellett, beteszi középre, és Lakatost előzi meg. Soltész Barnabás, aki megszerzi csapatának a vezető találatot, mindez a mérkőzés 17. percében jött Soltész Barnabásnak, ez a 4. gólja a szezonban. Nézzük meg még egyszer, hogyan is volt ez. Hát igen, kikerül ide a labda egy bedobás után balra, Kiprik Dávid betör a 16-oson belőle, beteszi középre, és Lakatos mögül bújik ki Soltész Barna, és közelről passzolja be a labdát. Hát ez egy nagyon nagy védelmi hiba volt részünkről, de lényegtelen, megvan a hazaiak vezető találata, Soltésznek 4. gólja, Dorog ellen szerzett 2 gólt, a 3-1-es győzelemnél, Kelen ellen a 6-1-es győzelemnél az 5-et ő szerezte, és most a Bicske ellen a mérkőzés első gólját megszerezve szerezte meg a 4.
szezonbeli találatát, és akkor jön az újabb szöglet, jobb oldalról, akár már lőhetnének is a hazaiak, most ívelik be labdát, de végül is a hazai játékos Letenyei Zalán ívelése magas volt mindenkinek, egy újabb szöglet után kifejeljük, Bozsoki fejelte fel a magasba, és itt egy lövés Szegő Imre részéről, de ez jócskán elkerült a kaput, itt pedig Savanya Ferenc kapott némi utasítást a megbízott vezetőedzőnktől, Király Dávidtól. Jöttünk mi bal oldalon, ezúttal jobbról íveljük be a labdát, de minden csatárunk fejfölött átszállt. Itt még egy átövési kísérlet Király részéről, de elakadt a védőben. Ezek után szöglethez jutottunk, jön Király szöglete, kifejelték a védők, és ellentámadással próbálkoznak, de Szalai ebben a pillanatban taktikai faultot alkalmaz a 25. percben, és sárgalapos figyelmeztetésben részesült a mérkőzés játékvezetőjénél, Szommer Attilánál. És akkor nézzük tovább az összefoglalót, ezúttal jobb oldalon vezetik támadásukat a hazaiak. Nem tudunk szerelni, jön a beadás, és egy kapáslövés. Hát bizony jó, hogy nem találta el Kiprik Dávid József ezt a labdát, mert bizony, ha telibe találja, akkor hatalmas gólt rúghatott volna, de így lecsúszott a lábáról, és így csemege volt kapusunknak a labda. Na kérem, és jön a mérkőzés, következő perce, 28. percben járunk, egy szép cseh Szalaitól, betör a 16-osot, még egy cselt csinál, átteszi a labdát balra, Gaszter igazít egyet a labdán, és bepasszolja a hosszúba! Így is van, kérem, a 28. percben ezzel a csodálatos, szép támadás utáni Gaszter góla, megvan az egyenlítő találatunk itt a Grosics Gyula stadionban, Tatabányán, és folytatódik a hagyomány, hiszen az utóbbi 5 évben minden mérkőzésen partiban voltunk a tatabányai csapattal, csak úgy, mint most is. Ugyan a 17. percben vezetést szereztek, de mi a 28. percben már válaszoltunk is ezzel a szép góllal, mert Gaszner megemel egy kicsit, hiszen a bevetődő védő lába fölött helyezte be oda hosszúba a labdát, és egyenlítette ki hátrányunkat. Íme még egyszer ez a csodálatos cseh Szalai Dani részéről, 3 védő mellett teszi ki, oda balra látta, hogy Gaszter üresen van, Gaszter egy igazítás után pedig belőtte az egyenlítő találatunkat. No kérem, ott a nézőtéren pedig valahogy elszabadul a pokol, mennek támadásba a tatabányai ultrák is. Na de mi nézzük tovább az összefoglalónkat, itt egy szabálytalanság szabadugráshoz jutnak a hazaiak, ívelődik be a labda, felfejeljük, majd kifejeljük a labdát, ott egy kapáslövés, amelyet eltört a hazai támadó, itt nem tudunk szerelni, a hazaiaknál marad még a labda, na végre most az, hoppá, hát ha nehezen is, de eljutott Illés Bencéhez, hiszen Király felszabadít a nyakat, de rosszul találta a labdát, egy Király ballábos lövését látjuk, amely 30 méterről száll a kapu irányába, de ott van a hazaiak hálőre, Lót Péter is könnyedén fogta ezt a labdát, és akkor nézzük tovább, hogy mi történik a pályán, óriási közelem volt, nincsen les, és a védelem mögé jutnak a hazaiak, de túl mély ez a beadás, nem jutott el Kiprik Dávidig, és így Illés Bence védte ezt a beadást, itt pedig egy ütközet Tischlerrel szemben, de Tischlert hozza ki vétkesnek, Szommer Attila játékvezető, nézzük meg mi volt itt. Hát igen, Tischler meg akarta kerülni az ellenfél játékosát, Szegleti Gergelyt, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy Tischler szabálytalankodott, ezért Tischler a 45. percben sárgalapos figyelmeztetésben részesült. No kérem, hát ennyi esemény után vonultak pihenőre a szünetben a csapatok, mindkét gárda szakvezetője taktikai utasítással látta el a csapat tagjait, és akkor friss erővel jöttek ki a csapatok itt a második játékrésze, mi vettük át a kezdeményezést, már is az első támadást mi vezettük, és jöhet az újabb ismétlés, ott egy fejes, valaki ő kipattan, de kezdezést reklamálnak játékosink, a játékvezető hajthatatlan, ott van Hirman Kristóf is egyértelműen állítja, hogy kéz volt, nézzük meg lassításban, mi mit látunk, itt van egy fejes kapura, és ott a védő, ölében a labda, hát hogy kezezés volt-e, innen nem lehetett látni, de szemközti oldalról egyértelműen a nézők állították, hogy kézzel védte ezt a védő, a játékvezető nem látott okot a beavatkozásra, és így elmaradt
a 11-es egy újabb támadása Bicskák részéről, de ez a bepassz hosszú volt, illetve csak a hazai kapuvédőnek volt, ő Gassner egy visszacser után íveli át a labdát hosszúra, Savanya irányában, de hosszú volt ez a labda. Egy újabb Gassnerbe adás, ez is hosszú, de van még érkező játékosunk Szalai személyében, Szalai visszafele csinál egy cselt, a ballábára visszapasztolja Hirman Kristófnak, ő majd Szalainak, Szalai ballal beadja, ott egy fejes, és bizony ez is csak centikkel került el a hazai kapuját. Pisler volt az, aki magasra ment, és két védő között kapura tudott fejelni. Nézzük meg még egyszer, íme, ott van a védő szorításában, kapura fejjel is csak centiken múlott, hogy nem lett gól. Krupánszki Balázs mellett tudott kapura fejelni Pisler Patrik, de most ezúttal a hazai körülhetnek, hogy nem kapta a gólt ebből a támadásból. Nézzük, egy újabb szabadrugás variáció, egy visszatett labda Tischlernek, Tischler azonban a kilépő védőbe rúgta a labdát, és így, ha nehezen is, de felszabadítottak a hazaiak. Itt van még a labda nálunk, egy újabb támadás Gaszteriével járt a hosszúra, visszafejett labda, egy kicsit mély, hiszen a felső kapufa mögött hagyta el a játékteret a Laszti. Itt pedig egy kézgyanús lekezelt labda király részéről, a játékvezető engedi tovább, és itt egy szabálytalanság, hát bizony Hirman Kristóf az 52. percben ezzel a megmozdulásért sárgalapos figyelmeztetés kapott Szommer Attila játékvezetőtől. Éme, még egyszer az eset, király esik el, én úgy láttam szabálytalankodtak vele szemben, de a játékvezető ezt nem így ítélte meg. Itt pedig Hirman megmozdulását látta, szabálytalan ívelődik be a labda, jön kapujából Illés Bence, és maga biztosan húzta le a labdát. Gassnerhez kerül ki, 16-os sarkánál egycsel, kétcsel, íveli át Gassner a hosszúra, Savanya azonban nem tudott belefejelni, de így is a védő fejéről hullott ki a labda. Alapban túlra, itt pedig a hazaiak kapnak, igen, a 62. percben járunk, Forró Gyula kapott sárgapos figyelmeztetést, ott pedig egy fejes a védő részéről, ezért jöhet az újabb sarokrugás csapatunk javára. Hoppá, hát ottan Tislát bizony leterítették a földre, de a játékvezető nem látott semmit, és tőle pedig 3 méterre dulló Martin is a földre kerül, Martin mutatja is, hogy rám tapostak a védők, Spori, hát ezt ne kellett volna fújni. Baloldali szögát, ott egy fejes! Kérem, ez is micsoda fejes! Micsoda gólszerzősi lehetőség! Szalai Dani fejelhet tisztán! Lecsúszott a fejéről a labda. Jön az újabb beadás baloldalról. No, kérem, itt a második játék részben majdnem, hogy azt lehet mondani, sorra mi vezettünk veszélyes támadásokat a hazai a kapujára. Ívelődik a labda megint, ott egy megcsúsztatott labda. Ez könnyedén hárította a hazai a kapu védője Lót Péter. Nem jelentett különösebb veszélyt a hazai kapura ez a fejes. És akkor bal oldalon próbálkoztak a hazaiak egy újabb támadással, de a játékvezető, igen, ezért a megmozdulásért Dulló Martint sárgapos figyelmeztetésben részesítette a mérkőzés 65. percében. Jön a beévelés, de úgy látta Illés, hogy nem kell beavatkoznia, és akkor jönnek a hazaiak cseréjé. A 66. percben Forró Gyula helyére Klaus Ádám, és Szegő Imre helyére Kocsis Gergő állt be. A Bicskelyeknél is megtörtént, a 70. percben Savanya helyére Varga Bence, Szalai Dani helyére Tajti Balázs, Hirman Kristóf helyére Benke Áron állt be, és itt még egy alapon a leült utolét labdát fogott meg Illés Bence. Ezúttal mi próbálkozunk, de Tischler megmozdulását Szommer Attila játékvezető megint csak szabálytalannak minősítette, és figyelmezteti Tischlert a játékvezető, hogy ilyet ne csinál. Itt meg egy nagy szerelés Dulló Martin részéről, mert bizony nagyon kellett, hogy belérjen ebbe a labdába. Jött a beadás a hazaiak részéről, de jött kapujába Illés is. Ezúttal jobb oldalon Benke próbálkozik, egy köténnyel, de szögletet kiharcolt, jön a sarokrugás, ott van még csapatunk, ott egy óriási lövés Dulló részéről, kapufáról visszajött a labda, kérem. De még nálunk marad a labda, király íveleti be, és ott egy fejes, ez pedig alig-alig mellé száll. Óriási nyomás nehezedik most ezekben a pillanatokban Tatabányai kapura, egymás után jövünk helyzetbe, hozzuk helyzetbe, játékosok, itt egy zúgó kapu, és mekkora védés volt ez Lót Péter részéről, óriási volt. A hazaiak
kapusának a védése. De még nálunk marad a labda, lassítás alapján is láthatjuk, hogy kikerül Királyhoz. Király megnézi, hogy kinek adja, remekül íveli be oda az öt és feles vonalára, és remekül megy fel Tischler, és fejese csak centike kerülte el a hazaiak kapuját. No kérem, Szál Péter szerez labdát egy megelőző szerelés után, jó az indítása Varga Bencének, aki beteszi középre a labdát, és hoppá, ott ajt ellen szabálytalanság, a játékvezető ezt viszont már lesripolja, és szabad rúgást ítél csapatunk javára, mint egy 30 méterre. Tischler bombája elakad a sorfalban, és ezt még begyűjthetjük, nem, mert kikísértük a labdát, és itt pedig Király az, aki megsérült, Király Patrikot a 81. percben le kellett cserélni, helyére Fördős Adián lépett, és akkor itt is egy újabb ütközet, a beívelés után Illés Bence, kapusunk, és a hazaiak támadója ütközött, de szerencsére nem lett semmi baja egyik játékosnak sem. Nézzük meg még egyszer ezt a jelenetet, hogy hogyan is volt, hiszen itt jobb oldalról Soltész Barnabás éveli be a labdát, és ott bizony hát a hazaiak támadója nem kimérte magát, felment a labdáért, és akkor ütközött kapusunkkal. Itt meg egy újabb hazai támadás, amely nem veszélytelen. És itt a megoldás, Soltész Barnabás kapás lövése mellészállt, mivel nem talált el jól. Szalánszky Gergő az, aki betör két védünk mögött, és jól teszi be a labdát, de végül is Gasztel lábáról irányt változtat, és ez volt a szerencsénk. És jön, érkezik Soltész, aki nem találja el jól a labdát, és lövése mellészállt. Itt van még egy csere hazaiak részéről, az ötössel játszó Kovács István állt be a 84. percben Letenyei Zalán helyére. Ezúttal jobb oldalon próbálkozunk. Jön a badás, amelyről Tischler csak centikkel maradt le. Benke az, aki centerezi be a labdát, és lehet látni, hogy centike múlott, hogy Tischler nem tudta megcsúsztatni a labdát a hazaiak kapujára. Ezúttal a kékek próbálkoznak bal oldalról beadással, de ez a beadás túl hosszú, túl magas mindenkinek, és ajjaj, igen, ez magas lábemelés, játékosunk részéről, Varga Bencét figyelmeztet a játékvezető, hogy kicsit lejjebb tegye a lábát, és ezúttal hazaiak próbálkoznak jobb oldalon, jön a beadás, Gasztner visszafejeli, és Fördős az, aki kihozhatja, hoppá, itt a lövés pillanatában kap egyet, a játékvezető mondja Fördősnek, hogy álljon csak föl nyugodtan. Na hát, ez sérelmezte Király Dávid, megbízott vezetőedzőnk is, akinek igaza volt, hiszen a lövés pillanatában így ellökni azért, hát egyértelmű, hogy ilyenkor már nem lehet pontosan passzolni, de ezt tették vele szemben, és a játékvezető hagyta tovább menni. Itt viszont Tischler megmozdulását lefújt a játékvezető, ez itt szabadrugás a hazai csapat javára, ívelik be hosszan, de ott van a magas termetű Illés Bence, aki könnyedén húzta le a labdát. Most ezekben a percekben próbálkozik a Tatabánya, és ott egy szabálytalanság. Hát igen, Szalánszky Gergő mindent elkövetett, hogy kapura tudjon lőni, de Sommer játékvezető lesípolt a megmozdulását. Itt meg Illés maga biztosan húzta le a lasszit. Na kérem, hát ennyi volt a Tatabánya, Bicske egy-egyre végződött mérkőzés rövid összefoglalója. És akkor itt a stadion hangos bemondója dorogra invitálja a szurkolókat a következő fordulóban. Röviden értékelve ezt a mérkőzést, egy izgalmas összecsapáson mindkét csapat a győzelme játszott, így alakulhatott ki egy magas színvonal és nagyirúgó mérkőzés. Az első 20 percben a hazaiak játszottak jobban, de a második félidő egészében csapatunk dominált többet, és három olyan gólhelyzetet dolgoztak ki a fiúk, amiből egyet könnyen értékesíthettek volna. Az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő. A bajnokságot törő hazaiak ellen sikerként könyvelhetjük el a megszerzett egy pontot. Az első álló Veszprém ezúttal 5-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán Puskás Akadémia FC 2 csapatától. Mögöttünk álló harmadik keret TV-je viszont Dorogon aratott 2-0-ás sikerével megelőzte csapatunkat a tabellán, és így ők foglalják el a dobogó harmadik fokát. Csapatunk a hétvégén április 7-én vasárnap 16 óra kezdettel a Bicskei Arénában játsz a soron következő bajnoki át az utolsó helyen álló Csorn ellen. Aki Bicskén jó focit szeretne látni, azt kérem látogasson ki április 3-án 15 órakor kezdődő Románia Németország, 6-án 15 órakor kezdődő Svédország Románia Európa bajnoki U19-es női válogatott mérkőzése, majd 9
9-én 17:30-kor kezdődő Svédország-Németország ebbi selejtező elitkörben megrendezésre kerül találkozókra. Hamarosan jövök még vissza. Gratulálok a pontszerzéshez. Itt Tatabányán azért értékes pontot szereztünk, de lehetett volna ez akár győzelem is. Hogyan tudnád értékelni ezt a mai találkozót? Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt. Én azt gondolom, hogy egyik csapat sem mert túlságosan kockáztatni. Inkább egy stabil védekezést próbáltak játszani. Hullámzó volt a mérkőzést, voltak olyan periódusok, amikor a Tatabánya fölénk nőtt egy kicsit, és jobban tudott dominálni, de igazán nagy gólhelyzetet a gólon kívül nem tudtak kialakítani, tehát nem volt olyan szituáció, hogy úgy kerültek volna a védelmünk mögé, hogy abból zicsert vagy komoly gólhelyzetet tudtak volna kialakítani. Én azt gondolom, hogy amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani, és hogyha egy kicsivel nagyobb szerencsénk van, akkor a két szögletnél, ami egymás után volt, tudtunk volna gólt szerezni. Ott a hazai kapus bravúra hárított, úgyhogy gratulálok neki, mert az egy hatalmas védés volt. Sajnos így van, egy kis hiányérzetünk, én azt gondolom, mert egy picit jobbak voltunk, tettünk bele annyit a mérkőzésbe, hogy megérdemeltük volna a győzelmet. Most így alakult, dolgozunk tovább. Hogyan készült a csapat a héten erre a rangadóra, mert azért mondjuk meg őszintén, NB3-os rangadónak néztünk elébe. Ugyanaz a program volt, ugyanúgy készültünk, nyilván a videózásnál kitértünk arra, hogy mik a Tatabánya erősségei, és esetleg hol tudunk mi előnyt kialakítani. Én azt gondolom, hogy megvoltak a lehetőségeink. Bizonyos periódusában a mérkőzésekben nem tudtunk úgy fölérni, vagy nem tudtunk úgy pozíciókat felvenni, amit mi igazán szerettünk volna, de azt gondolom, hogy így sem lehet okunk panaszra. Közel látunk a győzelemhez, több helyzetünk volt. Hogyan értékeled Sauronnak a hiányát? Mindig hiányzik egy játékos, főleg, hogyha csapatkapitányról van szó, az egyértelmű. Én azt gondolom, hogy akik játszottak, akik a pályán voltak, tudták helyettesíteni a Tibort. Nagyon várjuk, hogy jövő héten visszatérjen, és akkor gólokkal segítse a csapatot a Csorna legyőzésére. Ja. Te mennyire vagy elégedett a bemutatkozásoddal, mint vezetőedző, megbízott vezetőedző? Kettő éle van a serpenyőnek, az egyik szemem sír a másik nevet. Nyilván jó, hogy szereztünk egy pontot. Én azt gondolom, hogy egy nagyon taktikus mérkőzés volt, és mindkét csapat próbált nagyon apró léptekbe a másik fölé nőni. Ez most így alakult, így sikerült. Dolgozunk tovább, ennyit tudok csak mondani. Így van, következő meccsre gondolunk, meg készülünk. A Csorna ellen mi várható? Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Biztos vagyok benne, hogy be fognak állni, védekezni, és a kontratámadásokra fognak építkezni. Nem lesz egyszerű dolgunk, de én azt gondolom, hogy hazai pályán egy olyan csapatnak, mint mi vagyunk, aki a bajnoki cím és a dobogóra hajt, annak nem lehet kérdés, le kell győzni a Csornát. Így van. Még egyszer gratulálok, Dávid, további sok sikert csapatunknak. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen, hajrá, Bicske. Geri, gratulálok a mérkőzéshez, de még mert értékelni, mondd már el, hogy hogyan készültetek erre a különleges derbire a héten? Próbáltunk ugyanúgy felkészülni, mint bármelyik másik mérkőzésre. Felkészültünk az ellenfelünkből, tudtuk, hogy egy nagyon jól szervezett csapat, aki nagyon fizikális futballt játszik, rengeteg magas játékosával, ezáltal a pontrugásokból nagyon veszélyes, ezt a meccsen is bebizonyítottam, úgyhogy próbáltuk megtalálni azokat a kulcspontokat, amivel meg tudjuk nyerni a meccset, félig meddig tele a pohár. Hogyan értékeled akkor találkozót? Az első fél időben a mi akaratunk érvényesült, mondtam a srácoknak, hogy akkor fogunk tudni nyerni, hogyha többet futballozunk, mint az ellenfél. Ez a szélső területeken jól is működött az első fél időben. Másik fél időben feljavult a Bicske, csapkodóvá vált a játékunk, és a másik fél időben viszont ők domináltak. Mindkét csapat majdnem, hogy egyforma mérleggel rendelkezik az egymás ellen eredmények alapján. Várható volt, hogy rangadóra kerül sor. Te hogyan értékeled ezt a Bicske-Tatabánya mérkőzéseket? Szuper presztízzel bírnak ezek a mérkőzések. Én azt látom, hogy két nagyon hasonló játékerőt képviselő csapat találkozik. Igazi kiki meccseket vívunk egymással, úgyhogy... Ezt tudom elmondani. Geri, most 8 forduló van még hátra. Most, hogy kikapott a Veszprém, változatlan a célotok, hiszen sok nehéz meccs van még nektek is, nekünk is, plusz még a Veszprémnek is. Mik a céljaitok?
Nekünk az a célunk, hogy ugye a szezon előtt úgy indultunk neki, hogy 1-4 a realitás. Most ott állunk, hogy megpróbáljuk túlszárnyalni az álmainkat. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, viszont ahogy elmondtad, hogy rendkívül kiélezett, rendkívül szoros meccsek vannak, kevés pont különbség van a csapatok között. Az, hogy mit játszottak a többi csapatok, próbáljuk magunkat függetleníteni, és csak magunkra koncentrálni, és meccsről meccsre haladni. Még egyszer gratulálok a játékhoz, további sok sikert kívánok nektek a folytatásban. Köszönöm szépen az interjút. Én is sok sikert kívánok a Bicskének. Köszönjük. Végezetül gyorsan még a forduló eredményéről, a golövistáról és a tabelláról. Komárom, ZT FC 2-3-0, Veszprém, Puskás Akadémia FC 2-0-5, Nyírmond FC Győr 2, Csornai Ese 1-1, Kelen SC, Balatonfüred FC 1-1, Kaulasopron, Budaörs 2-1, Szombathelyi Máfaladás VSE, Eto Akadémia 1-4, Opusztigász Tatabányi Bicske 1-1, Dorogi FC, 30 Kelet TV-je 0-2. Nézzük a gólövő listát, hiszen a gólövő lista első 8 helyzetje közül egyedül magas földi József, aki 39 éves, rugott 2 gólt ebben a fordulóban, ő a Puskás Akadémia FC 2 játékosa, tehát őnek is sikerült kétszer bevenni az ellenfele hálóját. A többi helyen változás nem történt. Első helyen Bartusz Dániel 19 gólos, magasföldi 12 gólos, Szabó Tamás és Víg Ádámnak 11-11 gólja van, 3-10 gólos van a listán, Árvé Dániel, Barci Dávid és Erdei Milán, 9 gólos Major Szabolcs, a Balatonfüredi FC játékosa. Nézzük akár ezek után gyorsan még a tabellát. Első 4 helyen változások voltak le föl, az első a második, a harmadik, a negyedikkel cserélt helyet. Első helyen tehát Tatabánya 47 ponttal, a második helyen Veszprém 46 ponttal, a harmadik helyen a harmadik Keret TV-je áll 42 ponttal, negyedik helyen áll csapatunk a Bicskei Tornaklub 41 ponttal, mögöttünk a Dorog 7 ponttal van lemaradva, tehát Dorog 34 pontos, ötödik, hatodik a Komárom 33 ponttal, hetedik a Gyirmót 31 ponttal, 2-30 pontos van Budaörs és a Sopron, tizedik helyen a Kelen SC 28 ponttal, szintén annyi pontja van a Puskás Akadémia FC 2-nek. 12. a Balatonfüred 27 ponttal, 13. az Eto Akadémia 22 ponttal, és 15. vagy 16. a ZTJ és a Csornai Ese. No kérem, hát ennyi volt mai adásom, remélem jó szórakoztatok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra, a viszontlátásra.